Január 6-án vízkereszt napjával lezárult a karácsonyi ünnepkör, és elkezdődött a télbúcsúztató, tavaszváró időszak, a húsvét előtti 40 napos bőjt kezdetéig, hamvazó szerdáig tartó farsangi időszak. A farsangkor sok néphagyomány kötődik, a jelmezes báloktól kezdve a táncmulatságokon át a fánksütésig. Bátaszéken a felvidéki, sváb és a székely nemzetiségi egyesületek elnökei beszéltek arról, hogy az idei évben hogyan készülnek a farsangi időszakra. A Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület több korcsoportban működik, így az egyesület igyekszik mindig olyan programokat szervezni, amikben a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki örömét leli. Kalmár Éva, az egyesület elnöke beszélt arról, hogy náluk mit is jelent a farsang, hogyan készülnek idén a téltemetésre. A legkisebbeknek farsangi kézműves délután testet tervezünk. Ide a tipegők, aprók és utánpótlás csoport gyermekeit fogjuk várni. A felnőttekkel tervezünk egy egész napos táncpróbát február végére, amit úgy szeretnénk befejezni, hogy egy farsangi mulatságba menjen át a dolog, tehát egy farsangolással fogjuk lezárni azt a napot, illetve összehívjuk az összes csoport táncosait, és akkor egy házi jelmezversenyt, illetve fánksütőversenyt szeretnénk megtartani. A tagok és a szülők nagyon lelkesek, tehát az anyukák már vásárolják a jelmezeket, ő maguknak is, tehát a felnőttek is beöltöznek. Nagyon lelkesen beneveznek a fánksütőversenybe, tehát én azt gondolom, hogy fánkban sem lesz hiány. Kalmár Éva azt is elmondta, ha a vírushelyzet engedi, akkor szeretnék a tervezett programokat megtartani, de csak az egyesület keretein belül, zárt körben, és bízik abban, hogy így is jó hangulat és önfelett mulatság lesz, hiszen a farsangnak erről kell szólnia. Ugye régen is számtalan hiedelem és hagyomány kötődött farsang időszakához, ugye vízkeresztől hamvazó szerdáig beszélünk a farsangról. A hamvazó szerdát megelőző húshagyó kedden van ugye a farsang utolsó napja. Mi ezt nem szoktuk tartani, főként azért, mert fiatalok, tehát zömében gyerekek és fiatalkorúak vannak az egyesületünkben, és ugye évfélig tartó mulatozás az egy keddi napon, tehát nem nagyon működőképes, de ugye a székelyek tartják a húshagyó keddet, és elképzelhető, hogy csatlakozunk hozzájuk, tehát elmegyünk és részt veszünk, és közösen fogjuk ezt a húshagyó keddet megülni, lezárni a farsangi időszakot. Ugye a farsang az a mulatozás, az önfelett szórakozásnak az ideje. Régen is ezért volt ugye ez a farsangi időszak, és ezért is húztak állarcot, illetve maszkokat. A farsang elengedhetetlen kelléke a fánk. Számos hiedelem kapcsolódik hozzá, erről is beszélt Kalmár Éva. Ugye a farsang a báloknak, a lakodalmaknak az időszaka. Régen ilyenkor történt a párválasztás, és a fánk kapcsolatban is számos ilyen párválasztó hiedelem van. Például az a lány adott fánkot a fiúnak, akinek tetszett a legény. Tehát a kijelöltjének, a szerelmének adta, sütötte a fánkot, illetve azt mondják, hogy ha két fiatal egyszerre tört ketté egy fánkot, akkor az azt jelezte, hogy az esküvő az biztosított, tehát biztos, hogy egybe fognak kelni, mert ugye a fánkot körbe futó szalag az a jeggyűrűt jelképezi. A bátaszéki székelyek is készülnek idén a farsang időszakra. Molnár Péter, az egyesület elnöke beszélt arról, hogy hogyan tervezik idén a mulatságot. A farsang az minden évben egy változó időintervallumot ölel fel, ugye vízkereszttől kezdődik, és egészen húshagyó keddig tart. Minden évben azon múlik, hogy a húsvét milyen dátumra esik, és ezáltal egy hosszabb vagy rövidebb időszakról beszélhetünk. Ez ebben az évben egy aránylag rövid időszakra tehető, de azért igyekszünk tartalommal megtölteni. A székely unokák báját 6. alkalommal tartjuk meg, a 7. lenne, de tavaly a pandémia miatt el kellett maradjon.
viszont olyan szintű lelkesedés volt és megkeresés volt, hogy az idei évben természetesen betartva minden szabályozást, de megtartjuk a Székely Unokák Báját. Ez most 29-én, január 29-én lesz. Hogy mit tervezünk még? Vannak kis táncosaink, vannak nagy táncosaink, szeretnénk nekik jelmezbált farsangot tartani itt a saját házunkban. Az, hogy ez mikor valósulhat meg, ez nyilván azon fog múlani, hogy melyik korcsoportot éppen mikor teszik karanténba, és hogy nyilván ahhoz kell igazodjunk, amikor a legtöbb gyermek el tud jönni, illetve amikor a legtöbb felnőtt részt tud venni benne. Ami pedig majd a farsangnak a lezárása lesz, az február 26-a, az a szokásos disznóvágásunk, majd az azt követő a húshagyó kedden igazából a húshagyati bál. A farsang időszakon túl a Székelyek baráti köre minden hónapban gasztronómiai napot tart, ahol a hagyományos székely ételeket főzik meg. Ez azt jelenti, hogy kilövünk egy szombatot vagy pénteket, szintén ahhoz igazodunk, hogy minél több embernek jó legyen, és hagyományos székelyes ételeket készítünk. Januárban ez most szombaton fog megvalósulni, savanyú oldalas készül. Abban nem vagyok elég okos, hogy ez mennyiben kapcsolódik a farsanghoz, de azt gondolom, hogy ha jó kedvel és jó hangulattal sok ember összejön, akkor ezt nevezhetjük akár annak is. Két éve akkor fánkot sütöttünk, ez időtájt. Most úgy gondoljuk, hogy van egy receptes könyvünk, és az alapján szépen haladunk, és megpróbálunk minél több székelyes ételt elkészíteni. Ha kapcsolódik az adott időszakhoz, akkor annak mondjuk, ha nem, akkor pedig mégiscsak úgy fogyasszuk el jó hangulatban, ahogy farsangba illik. A Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület idén nem tartja meg a farsangi bát, egyrészt a kialakult vírushelyzet miatt, másrészt még felújítás alatt van a közösségi épületük, így helyhiány miatt sem tudják megszervezni a mulatságot, mondta el Kardos Gábor, az egyesület elnöke. Bízom benne, hogy ezt egy tavaszi nemzetiségi nappal itt a Német Ház udvarán és addigra elkészülő termeiben már pótolni tudjuk, ahol azért egy picit összejöhetünk és kárpótol bennünket a most elmaradt báli szezonért. Bár idén egyelőre elmarad a farsangi mulatság, régen viszont rendszeresen és hagyományőrző módon ünnepelték meg a téltemető, tavaszváró időszakot Bátaszéken a német nemzetiségiek, mondta el Kardos Gábor. A farsangi időszak kezdete az hagyományosan úgy zajlott, hogy úgymond befújták a farsangot. Trombita szóval, kolomb szóval az utcákat járva jelezték a lakosságnak, hogy megkezdődött a farsangi időszak. A bálok úgy zajlottak, hogy szombaton felkeresték a közösségi helységeket, szombat délután feldíszítették ezeket, vasárnap az utcán gyülekeztek, zeneszóra vonultak be a termekbe, ugye ilyenkor a lányok, asszonyok felvették a legszebb ruháikat, és tartott egészen hétfő reggelig a bálozás. A farsang időszak végén hangos kolompolással és ricsajjal lefújták a farsangot, elmondták, hogy véget ért a mulatozás időszaka, de ennek is megvolt a maga rituáléja, tette hozzá Kardos Gábor. Az utolsó összejövetel az mindig kedden délután volt, évfélkor mindenkinek tisztán, józanul haza kellett térjen. A hamvazó szerda egy nagyon fontos ünnep volt, akinek nem volt egyéb teendője, hamvazó szerdán biztos, hogy a bátaszéki németek mind a templomba gyűltek, mind a templomot látogatták, és ezt követően csütörtökön kezdődött az, talán úgy fordíthatná, az öregasszony farsang. Öregasszony farsang nem feltétlenül az idősebb hölgyekről szólt, sőt, kimondottan a fiatal, házasolandó lányokról, akiket felkerestek a legények, egy tyukot fogtak a csirkeudvarba, tyukudvarba egy tyukot levágták, a fáskamrából hoztak némi tűzifát, voltak olyan házak is, ahol előre ez már ki volt készítve, összejöttek a saját egyesületeiknek a házainál, megfőzték a csirkepaprikást, nem mulatoztak, de összegyűltek, mindenképpen közösen történt
töltötték el ezt a napot, semmiképpen nem mulatsággal, hiszen ez már böjti időszak. Ledíszítették, elvégezték a takarítási munkálatokat a termeikbe, és este otthonaikba távoztak, tehát ezzel fejeződött be a farsangi időszak Bátaszéken.